próbasütés volt pénteken Balsa idén felújított konyháján. Itt májat és egész halat is rántottak, valamint sütöttek. Ilyen és ehhez hasonló ételeket fognak készíteni a karácsony és szilveszter közötti hétköznapokon is. Balsán több mint 30 gyereknek is meleg étkezést biztosítunk a saját konyhánkból, amelyet most az évben sikerült felújítanunk, és azt gondolom, hogy most már méltó körülmények között tudunk főzni, mind a felnőtteknek és gyerekeknek is, és reméljük, hogy a gyerekek nagyon fognak örülni, és a szüleik is, hogy a két ünnep közt is meleg étel kerül az asztalra. Az ételek a gyermekek számára szükséges tápanyagtartalommal készülnek majd. Ezeket nem csak a helyszínen lehet elfogyasztani, aki szeretné, ételhordóban haza is viheti, így akár az ünnepi asztalra is kerülhet. Az önkormányzatok általában önmaguk biztosítják a településen élők szociális étkeztetését, de Balsa polgármestere hozzátette, ha a környező kis településekről valaki segítségért fordul hozzájuk, azt is meg tudják majd oldani. A meleg ételeket két ünnep között hétköznapokon 11 és 13 óra között lehet átvenni Balsán, a Rákóczi út 49 szám alatti konyhán.